Sziasztok, napsütés és madárfüttyös hétvégét kívánok, azzal fenyegetnek, hogy végre jön a nyár. Ezt a videót egy dunántúli férfi, Attila levele hívta életre, akit teljesen kifacsart és eldobott az exe, hogy végül hónapokon át a pszichológusa és a barátai tartották benne a lelket, hogy egyáltalán túléljen. Mert nagyon sok személyes történet volt a levelében, így végül több levélváltás után abban maradtunk, hogy nem is igazán érdemes a videó témája szempontjából ez a narcisztikus sztori, de ezután is köszönöm a bizalmadat, Attila, és azt, hogy belátni engedtél az életedbe. Szóval végül megtalálta a szerelmet úgy, hogy az ellen ágált a pszichológusa és a barátai is, mert túl korainak vélték a keresgélést. De hát azóta a menyasszony, a hölgy, akinek a levele szerint az életét, illetve a gyógyulását köszönheti. És hát Attila ezt szerette volna velünk megosztani, hogy szerinte az ő útját kell követnünk. Neki is megírtam dióhéjban mindazt, amit itt a videóban szeretnék veletek megosztani, és némi kiegészítést azért tettem hozzá, hogy Attila se unatkozzon, de szeretném alátámasztani azt, hogy miért is óv minden szakember attól, hogy bárki is gyógyírként kezdjen új kapcsolatba egy narcisztikus őrületből jövet. Nyilván lehet ezerből egy embernek szerencséje, és tényleg bízom benne, hogy Attila az, de én semmiképpen nem bíznám magam erre az ötletre, és másnak sem javasolnám. Mielőtt rátérnék a témánkra, jöjjön pár szolgálati közlemény, és hát a szokásos kártyázás, ugye, mert hogy bűnbarlangot üzemeltetek. Szeretném mindenek előtt megköszönni a támogatásokat, és komolyan végtelen örömmel tölt el, amikor azt érzékelhetem, hogy értékelitek a befektetett munkámat, az energiámat, és ez ösztönöz arra igazából tényleg, hogy heti szinten ide üljek, és készítsem ezeket a videókat. Hálásan köszönöm hát Andreának és Editnek is a támogatását, illetve az ismétlődő kávé meghívásokat Zoltánnak és a szintén ismétlődő dupla kávékat Zsófiának. Köszönöm szépen, ti adjátok a kraftot. Ha te is úgy gondolod, hogy támogatnál tetszőleges összeggel, vagy egy 1200 forintos kávé árával, akkor kérlek, hogy a videó alatti leírásban szereplő módok valamelyikén szállj be, és előre is köszönöm, remélem, hogy jövő hétvégén a te nevedet említhetem meg egy köszönet kísérletében. Természetesen az is támogatás, hogyha hozzászólsz a videókhoz, ha megosztod az ötleteidet, ha a kapcsolódó megéléseidet írod le, hiszen lehet, hogy pont ez ad egy sorstársnak megnyugvást vagy válaszokat az éppen keresett miértekre. De segítheted úgy is a csatorna fennmaradását, illetve a népszerűsítését, hogy megosztod a filmet, illetve a lájkok is azt jelzik a YouTube algoritmusának, hogy hasznos tartalmakkal jelentkezik ez a csatorna, és hogy érdemes arra, hogy több embernek is ajánlja. Nagyon hálás vagyok azért, hogy itt vagytok, hogy ilyen sokan vagyunk, mert hogy múlt hétvége óta több mint 2000-en vagyunk már. Érzem persze, és ezt ki is fejtettem a Facebook csoportban, hogy meglehetősen ízléstelenül vagy
vagy olyan furcsán hangzik igazából ez így elsőre, hogy örülök, de nyilván nem annak örülök, hogy hurrá, sokan vagyunk mi áldozatok, hanem sokkal inkább annak, hogy a saját történetemet átfordíthatom egy olyan hasznos tevékenységbe, melynek kapcsán segíteni tudok abban, hogy minél többen felismerjék, megismerjék, hogy miben vannak, hogy válaszokat kapjanak a mi értekre, és el tudják kerülni, vagy legalább időben fel tudják ismerni azt, ha ismét egy mérgező kapcsolódásba mennének bele éppen. Minden egyes megmentett ember számít, és együtt erős, támogató közösséget tudunk létrehozni, teremteni, ami megtartó hatású lehet mindazok számára, akik megtépázva kikerülnek egy ilyen ellentmondásos, izoláló, kimerítő kapcsolatból. Szóval mindenkinek köszönöm szépen, aki hozzájárul ahhoz, hogy ez a törekvésem minél sikeresebb lehessen. Egyébként pedig ünnepeljetek velem. Vasárnap lesz végre egy éve, hogy megvilágosodva kiszabadultam a kapcsolatomból, megszabadultam a vérszívomtól, akit már hosszú idő óta nem tudtam kipenderíteni, de végre pár héttel előtte rájöttem, hogy kivel van dolgom, és akkor már nem volt megállás. Szabadulás emlékére most vasárnaptól elindítok egy online klubot. A terveim szerint havi tematikus alkalmak lennének ezek, ahol körbejárunk egy-egy témát, mesélek nektek róla bővebben. Kíváncsi vagyok a ti megéléseitekre is természetesen, illetve fel tudtok tenni kérdéseket is, és azt megértem, hogy mindenkinek legalább egy kérdésére válaszolni fogok. A Facebook csoportban, a Szuperhős túlélők csoportjában találhatod meg a részletes leírását, a Google Meet-ben lenne mindez vasárnap délután, 5-től 7-ig hivatalosan, de hát nyilván, mint mondtam, maradunk akár éjfélig, hogyha addigra sikerül megválaszolnom az 50 ember kérdését, mert hogy ennyien férnénk be, mert nem szeretnék több embert, mert nem jutnátok szóhoz, és nem lenne jó élmény. De én nagyon készülök, két meglepetést is hozok nektek, szóval gyere, tarts velünk vasárnap, most a szerelembombázás, vagy az ahhoz hasonló kezdésnek a veszélyessége, a felismerése a dolgoknak lesz a témánk. Bízom benne, hogy klassz lesz. Nos, akkor kártya, ezt húztam itt közben, csak el kell, még pofáztam. Mi ez egyáltalán? Hát, izgalmas, izgalmas. Fölteszem ide a közösségi fűre, és illetve hát a szuperhős túlélő csoportban is ott lesz, ahol lenni szokott. És akkor jöjjön az a kutyaszőr, amivel a harapást próbálnánk esetleg gyógyítani. Témámban merülés előtt mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy megnyugtassalak. Teljesen normális, hogyha neked a legutolsó gondolatodként sem jelenik meg az, sőt a hátadon az összes pihe égnek áll, hogyha azt mondják neked, hogy mikor lesz már párkapcsolatod, mert hogy egyáltalán nem jut eszedbe, a gondolatától kiver a víz, és egyáltalán abszolút semmilyen szexuális vágyat el nem tudsz képzelni, hogy belőled ki lehetne csiholni, vagy hogy egyáltalán ismerkedés, a sarkaló érdeklődés lenne benned. Szóval ez teljesen rendben van. Ahogyan nincsen traumaverseny, úgy nincsen felépülési verseny sem, ahányan vagyunk, annyifélék vagyunk, annyiféle megélésünk volt különböző hosszúságú kapcsolatokban, kinek ebből, kinek abból a fajta gonoszságból több vagy kevesebb jutott, és hát egyáltalán mindannyiunknak más a megküzdő képessége, ami ugye függ attól, hogy honnét jövünk,
hogyan kerültünk bele ebbe a kapcsolatba, mennyire amortizált le, mennyire vagyunk alapvetően rugalmasak. Szóval egy a lényeg szerintem összességében, hogy a végül fel tud épülni, és tudj értelmet, szépséget, kiegyensúlyozottságot találni az életedben, hiszen végső soron mégiscsak ezért vagyunk itt. Olyan nagyon-nagyon sok érték származott már szenvedésből, hogy én őszintén bízom benne, hogy neked is, nekem is, és itt mindannyiunknak sikerülni fog megtalálnunk valami olyan utat, hogy végül a történeteket valahogy úgy tudjuk életünk részévé tenni, hogy valami a szenvedésen túlmutató dolog jöhessen létre. A kagylóban is fájdalmak árán születik az igaz gyöngy. Szóval, mi van akkor, ha valaki az iszonyatos szenvedéseit, amit a traumakötés és a komplex posztraumás stressz-szindróma okoz, úgy akarja enyhíteni, hogy fejest ugrik egy új szerelembe? Hát röviden kell megválaszolnom itt ezt az első szekciót, ezt úgy foglalnám össze, hogy nem észszerű, nem tisztességes, és nem vagy erre alkalmas állapotban. Azért nem észszerű, mert hogy nem vagyunk már kamaszok. Felnőttként jellemzően mélyebb és elkötelezettebb kapcsolatokat alakítunk ki általában, és ezek után sem, tehát egy egészséges kapcsolódás után sem árt egy kis szünetet tartani, amikor is elgyászolhatjuk, átgondolhatjuk, összegezhetjük a kapcsolódást, illetve tanulságokat vonhatunk le. Ugyanis csak akkor tudunk fejlődni, hogyha ezt megtesszük, és akkor tudunk jobb kapcsolatokba belemenni, mert hogy ez lenne a fejlődésnek igazából az értelme. Különben ugyanis azon kaphatod magadat, hogy csak a külső dolgok változtak igazából, a díszlet más, a társad megjelenése, meg a neve változik, de hogy alapvetően olyan, mint hogyha újra és újra ugyanabban a kapcsolatban ugyanazokat a problémákat őrölve találnád magadat. Egy kis kitérő, de persze ide tartozó gondolat, hogy úgy is lehet egy párkapcsolaton javítani, hogy csak az egyik fél módosít a viselkedésén. Mert hogy ketten vagyunk a kapcsolatban egymásra kölcsön hatás, ha én másképp viselkedem, akkor te is kénytelen leszel erre másképp reagálni, és pontosan ez hozhat létre ugye változást, és hát eleve nem biztos, hogy nem másféle kapcsolódásba megyünk bele, hogyha az előzőekből tanulságokat vonunk le. Szóval ezért fontos, mert hogy így azt is átgondolhatom, hogy nekem mi lenne érdemes változtatnom. Ez a mérgező kapcsolat, azt gondolom, hogy ha mást nem is, de azt biztosan katalizálja, hogy végig gondolt, hogy mik az elképzeléseid valójában egy párkapcsolatról, a te szerepedről egy párkapcsolatban, illetve hogy ránézz arra is, hogy mi volt a te sebezhetőséged, ami miatt áldozattá tudtál válni. Szóval nem érdemes ezeket a köröket megspórolnod, mert meglehetősen sokba kerülhet. Aztán jön itt a tisztesség kérdése, amit mondtam, hát tudom, hogy állati magasztosan hangzik, de a másikkal az új partner jelöltel szemben valójában nem tisztességes, ha így kezdesz ebben az állapotban, párkapcsolatban, mert hogy én azt gondolom, hogyha igazából mindannyian próbálnánk egy kicsit tisztességesebben játszani, akkor az egész világ valahogy egy jobb hely lehetne. Tudom, hogy állati naív vagyok, de ezt még azért nem sikerült teljesen feladnom. Szóval a helyzet az, hogy
ha úgy ismerkedsz, hogy egyébként nem vagy egészséges, mert nem vagy kapcsolódásra alkalmas, nem vagy kiegyensúlyozott, akkor tulajdonképpen tisztességtelen bárkit is belerángatni ebben. Mert hogy gyakorlatilag ápoló szerepet szánsz neki, miközben ő párkapcsolatot keres. Csúnya gondolatom támadt ezzel kapcsolatban, mint hogy ez engem erősen emlékeztet igazából a narcisztikus állarcára. Mert hogy jó, nyilván nem bántalmazni tervezed, de mégsem azzal fogsz marketingezni, nem azzal fogod behúzni ebbe a közös sztoriba, hogy hát figyelj, én egyébként marhaszról vagyok érzelmileg, lelkileg, mentálisan is totál tacsra vagyok vágva, ki vagyok fosztva, padlón vagyok, és hát neked azt a szerepet szánom, hogy minden nap mossál föl valahogy, vagy szedjél össze a padlóról, de hogy így hidd el, hogy írtóra meg fogja érni ez a befektetés, mert hogy egyébként én tök jó arc vagyok, csak hát melós lesz egy kicsit ez a dolog, de majd szuper lesz később. Kicsit olyan, mint a narcisztikusnak a jövőképpel kecsegtetése, nem? De tulajdonképpen ugyanezt csináltok a másik oldalról igazából eddig, úgyhogy ez nekem annyira nem tűnik okénak, de remélem ennyi elég is a moralizálásból. És hát persze koncentráljon magunkra, meg az, hogy arra, hogy nekünk miért nem lenne jó igazából, hogy új kapcsolatot kezdjünk így ebben az állapotban. Hát legfőképpen is azért, mert hogy egész egyszerűen nem tudsz egy egészséges kapcsolatban ebben az állapotodban megmaradni. Amire a bántalmazó, mérgező kapcsolat kondicionált, az a cirkusz, a fesztivál, az ilyen amplitúdon mozgó érzelmek. De per pillanat tényleg olyan vagy, ahogy előző videóimban is többször említettem, mint egy drogos, aki meghalna egy hétköznapi valóság szerint egészséges, kiegyensúlyozott párkapcsolatban, mégpedig azért, mert dögunalmas lenne számodra. Ha más nem is történne, te csinálnád ki a társadat, mert azon kapnád magadat, hogy időnként jó kis csetepatékat generálnál, hogy azt érezhessd, hogy élsz. Mert erre tanított meg ez a húzd meg erezd meg kapcsolat, hogy az állóvíz, a normális kap, ahol nem üvöltöznek emberek egymással, meg nem örjöngenek, az unalmas. De most nem gondolom, hogy bármelyikünk is egyébként vágyna még ilyen kapcsolatra, csak egyszer erre van húzalozva az agyunk, és ezért kell meggyógyulnunk, hogy új kapcsolatok tudjanak benne kialakulni. Neked egy narcisztikus kapcsolat után egy egészségesre váltani egyszerűen olyan lenne, mintha kezedbe nyomna valaki egy 21-10-es Nokia telefont a színes, okos internetes telefonod helyett. Vagy ahogy szenvedni professzor mondja, hogyha színes tévéről fekete-fehérre kellene váltanod, körülbelül akkora változás lenne. De a helyzet az, hogy a legkevésbé valószínű az, hogy te be tudnál vonzani ez a kedvencem utána ezeket a bullshit-eket. Szóval, hogy vonzónak találna téged egy pszichésen jó állapotban lévő partner, egy biztonságos kötődésű ember. Mégpedig azért nem, mert állati hamar felmérni, hogy nem vagy jól, nem vagy kapcsolatteremtésre alkalmas, nem vagy egész fél, képtelen vagy adni, csak kapni tudsz ebben az állapotodban. És ez lenne a kulcsgondolat, amit szem előtt kellene tartanod, hogy aki elkötelezett, kiegyensúlyozott kapcsolatot keres, és többé-kevésbé jó mentális, pszichés és érzelmi állapotban van, az bizony nem fog ápolói szerepre elszegődni. És nem azért, mert nem elég empatikus, hanem azért, mert nem erre invitáltad, nem munkára jelentkezik, hanem egy egyenrangú kapcsolatot keres. Ha visszaemlékszel, a narcisztikus kapcsolat előtt te sem megmentő
lélekápoló vagy lelki szemetes szerepkörre váltál, amikor kapcsolatot kerestél. Egészséges, önérzetű, önbecsülésű, önértékelésű ember egyszerűen nem vágyik erre párkapcsolat címén, hogy egy másik embert vakargasson fel napi szinten a padlóról. Marad az, hogy özönleni fognak a hasonszőrű emberek, mint amilyen az ex-partnered volt, mert ők olyanok, mint a cápák. Megérzik, hogy sebesült vagy sérült vagy, és a vérszagra gyűlnek. Sajnos be is fogsz dőlni, hogyha túl gyorsan kezdesz ismerkedni, mert hogy ők Oscar-díjas színészek, és te pedig védtelen vagy, védtelen és sebezhető vagy. Tudom, hogy most az bizonygat a képernyő előtt, hogy de hogy, te már mindent tudsz róluk oda-vissza. De sajnos mégis írtó gyorsan belesétálnál a csapdájukba, a hálójukba. Rejtett narcisztikus, sötét, felhős, negatív, depresszív világa után ugyanis észveszejtően vonzónak találnál egy sármos, vidám, grandiózust. De egy nagy arc grandiózus után meg léleksimogató lehet egy megértő, kedves, szolíd, rejtett vagy sérülékeny narcisztikus, akivel még a összetört szívek klubját is meg tudnátok alapítani, mert hogy az ő exei is bántalmazók voltak, ugye, és örültek. Szóval tudom, hogy ramatyul vagy, hogy borzalmas, hogy őrítő, hogy kilátástalannak tűnő és reménytelennek látszó a helyzeted, de hidd el, hogy nem ez lesz a gyógyulás útja, ez csak a mocsárba vezető út. Ebből a kapcsolatból továbbra is az lesz az igazán jó és perspektívikus kiút, hogyha tanulsz erről a világról, a bántalmazók világáról, ha minél jobban csökkented a stresszt az életedben, kiegyensúlyozott életvitellel, például normálisan, rendszeresen étkezel, iszol, alszol, mozogsz, magad felé fordulsz, és végre beleszeretsz magadba. És hát szerteszel önismeretre, és végig gondolod, hogy mi is tett téged sebezhetővé. Ez a kapcsolat fordulópontot hozhat az életedbe, és az összes szörnyűségével együtt elvezethet az örömteli, teljes kiegyensúlyozott élethez, abban az esetben, ha megfelelően türelmes vagy, és nem akarod megúszni az ezzel járó munkát. Egyébként ez a munka viszonylag gyorsan hoz jutalmakat, jó megéléseket, és sokkal kevesebb energiabefektetést igényel, mint amennyit a narcisztikus kapcsolatba kellett investálnod. Ha van valami a témában, amit szívesen megosztanál velünk, ne habozz, írj hozzászólást. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottál ma, és kellemes, nyugodt hétvégét kívánok, és hát szeretettel várlak az akadémián, vagy egyéni coachingon, illetve a Facebook csoportban, és szívesen látunk, és hát a vasárnapi klubban is. Örülök, hogy itt voltál. Szia!